Az uhogó esőben is több tucatnyi iskolás gyülekezett a volt megyeháza előtti téren. Ide hirdették meg a szervezők a 13. jótékonysági kerékpártúrát. A kezdeményezés célja a szociális intézmények támogatása mellett felhívni a figyelmet a fogyatékkal élőkre. A túrát ezúttal az eső ugyan elmosta, de a fővédnök szerint a jó eszme megmaradt. Elszántak voltak a gyerekek, elszántak voltak a tanárok és magunk is, de azt mondtuk, hogy a gyerekek egészsége meg biztonsága érdekében ezt a rendezvényt most elhalasztjuk. Néhány héten belül, ha találunk olyan időpontot, ami iskolával, illetve időjárással összeegyeztető, azt megtartjuk, és természetesen a mai naptól függetlenül a támogatást az intézmények, tehát a Lepke utcai idősek, a Táplány pusztai otthon, illetve a Méhecska alapítvány megkapja, és azt gondolom, hogy a dolog lényeg az itt is látszott, akár esik, akár fúj, ezek a fiatalok itt vannak, de vigyáznunk kell rájuk is. Idén 5000 résztvevőt vártak, de sokan már korábban lemondták a résztvételt a rossz idő miatt. Így is sokan várakoztak a 9 órára meghirdetett rajtra, ők végül szomorúan vették tudomásul, hogy lefújták a jótékony bringázást. A fiataloknak a rendezvény üzenete sokkal fontosabb. Tekerni még nem voltam jótékonyságból, de viszont apával voltam már jótékony esteken, meg voltam már betegek otthonában és idősek otthonában is, és én viszont azt vettem észre, hogy ezek az emberek örülnek annak, hogy mi ott vagyunk, mert ők ugye nem igazán mozdulnak ki abból a házból, és így a külvilággal tudnak találkozni, beszélgetni tudnak az emberekkel, és az már egyfajta öröm nekik. A mindig jó hangulatú tekerés teljesen azért nem marad el, azt ugyanis egy későbbi időpontra halasztották, a támogatott intézmények pedig így is megkapják a nekik gyűjtött felajánlást.